Főként középiskolások töltötték meg a Művelődési Központ kis galériáját január 27-én délután a Holokauszt Nemzetközi Emléknapjának városi rendezvényén. Statisztikák szerint a náci német birodalom koncentrációs táboraiban mintegy 5-6 millió zsidót pusztítottak el, akik közül minden tizedik áldozat magyar volt, számukat 5-600 ezerre becsülik, és ebben ott találjuk az elhurcolt nánási zsidók nagy többségét is. Rájuk és a sok millió áldozatra emlékezett Hajdúnánás ismét ezen a délutánon, amelynek kezdetén Kertész Imre Sóstalanság című Nobel-díjas regényéből hangzott fel részlet Szabó Miklós tolmácsolásában. Te is a közös zsidó sors részese vagy. Majd Vőbevben is kitért erre. Megemlítve, hogy ez a sors évezredek óta tartó szakadatlan üldöztetés, amelyet azonban a zsidóknak belenyugvással és áldozatos türelemmel kell fogadniuk. Mint hogy az Isten mérte reájuk a hajdani bűneik miatt, és épp ezért csak őtőle várhatják a kegyelmet is. Ő viszont addig azt várja tőlünk, hogy ebben a súlyos helyzetben mindnyájan helytálljunk azon a helyen, amelyet ő jelölt ki számunkra. Erőnk és képességeink szerint. Nekem például így tudtam meg tőle, a családfő szerepébe kell helytálnom a jövőben. És megtudakolta, érzek el magamba erőt és felkészültséget ehhez. Bár nem értettem egész pontosan az idevezető gondolatmenetét, különösen amit a zsidókról, a bűnökről, meg az Istenükről mondott, mégis valahogyan megfogtak a szavai. Azt mondtam hát, igen. Császár Imre alpolgármester úr köszöntőiben a hajdunánási zsidóság helyzetéről szólt, arról a közösségről, amely békében élt a helyi keresztény lakossággal egészen a két világháború közötti időszakig. Hogy hajdunánáson az a közösség, aki oly sok időn keresztül oly sok zsidó honfitársunkat fogadott be, egy jól működő, együttműködő közösségként élte a 19. században mindennapjait. Egyre gyarapodó zsidó közösség, anyagiakban, létszámban, egy kiegészítő, egy színfoltja volt Hajdúnánás város közösségének. Ugye más vallást vallottak, más volt a kulturális érdeklődésük, de így alkotott egészet, így alkotott kerek egészet Hajdúnánás közösség a 19. században. És ez a gyarapodó közösség derűvel nézett a 20. század elé. A 20. században mindenki bízott. A 20. század fordulója valami hasonló lehetett, mint amikor az évezred forduló volt, itt a 20. század vége, illetve a 21. század eleje. Valahol mindenki jobbat, többet, szebbet remélt az új századtól, ami mondjuk, hogy meg is adatott, legalábbis az első jó egy évtizedben. A magyar társadalom, a magyar gazdaság soha nem látott fejlődésnek lehetett tanúja, így maga a zsidó közösség is fejlődött, gyarapodott az országban is, így Hajdúnánás városában is. Az új évszázadba vetett hitek, remények azonban rövidesen szerte fosztottak, és az új ordaseszmék városunkban is táptalajra találtak. A két világháború között valami megváltozott. Megváltozott az a hangulat, az a támogató, befogadó, amely addig jellemezte Magyarországot. Hajdúnánás ebben az időszakban is mondhatjuk, hogy kivétel, nincsenek arra utaló jelek, hogy a két világháború között atrocitások érték volna a helyi zsidók közösséget. Viszont a második világháború második szakasza, az 1944-es év tavasza elhozta azt, amire senki nem mert volna gondolni, gyakorlatilag még néhány évvel korábban sem. Óriási pusztítás, óriási pusztulás lett az eredménye. Hajdúnánáson is felállításra került a gettó. 44 tavaszán, a mai Mártírok Ady Endre utca térségében, ahova ugye majd át fogunk menni elhelyezni a megemlékezés gyertyáit, és azok a zsidó honfitársaink, akik szerves részét alkották ennek a közösségnek, azok jelentős része elhurcolásra került. Egy része Ausztriába, a nagyobb része pedig Auschwitzba, ahonnan igen kevesen tértek vissza, és sajnálatosan a 40-es évek végére, az 50-es évek közepére véget ér az a történet,
amely oly sok ideig meghatározó volt városunk életébe, abban a közösségben, amely mindig is tisztelettel és befogadólag állt a zsidó közösséghez. Nekünk feladatunk az, hogy az emléküket megőrizzük, és ahol csak lehet, erről is tudjunk szabadon, nyíltan beszélni. Egy értékes közösséget vesztettünk el, és tegyünk meg mindent, hogy ennek az emlékét mindig és minden körülmények között meg tudjuk őrizni. Horovitz Tamás, a debreceni zsidó hitközség elnöke köszönetét fejezte ki, hogy a város ilyen nagy gondot fordít a méltó megemlékezésre. Mikor ide beléptem ebbe a terembe, végignéztem ezeket a dokumentumokat, amit kitettek a szervezők, amik kicsit visszaidézték azt, hogy mi is volt Hajdunánáson abban az időben, hogy milyen szépen és jól együttműködtek a zsidó és a keresztény lakosság, milyen üzletek voltak, a zsidó emberek is hogy tudtak hozzájárulni Hajdunánás fejlődéséhez. És azt hiszem, hogy talán az is eszünkbe jut az a gondolat, hogy milyen szép lenne, hogyha ők itt lehetnének, és itt lennének a leszármazottjaik. Sajnos ez már nem történhet meg, de nekünk mindig emlékeznünk kell, és annak is nagyon örülök, hogy sok fiatal itt van, akiknek még el tudjuk mondani, hogy milyen borzalmak történtek, hisz ti vagytok azok a fiatalok, akik a jövő nemzedékei, aki a jövőbe bízunk, és bízunk abban, hogy ez a helyzet már soha nem fog előállni, és nem fogunk részesei lenni ilyen borzalmaknak. Ugyanakkor azért is aktuális és sajnos időszerűek a megemlékezések, mert arra se gondoltunk, hogy itt a szomszédunkban egy éven belül, vagy a múlt évben egy háború fog kitörni, és hát sajnos, ahogy egy bölcs rabi barátom mondta, az emberiség mégse tanul a múltból, mert mégis előfordul az, hogy emberek egymás életét kioltva háborúba mennek. Én azt hiszem, hogy ezek a megemlékezések fontosak azért is, hogy a múltra emlékezzünk, fontos azért, hogy tiszteletünket adjuk és leróljuk azoknak az embereknek, akiket a halálba vittek és az értelmetlen halál sorsára jutottak, és fontos azért is, hogy a jövőnk szempontjából levonjuk a következményeket, mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a világba és környezetünkbe béke legyen, és megtegyünk mindent annak érdekében, hogy vallási felekezettől függetlenül az emberek mind országunkban, városunkban, hazánkban és a világban mindenütt békésen egymás mellett egymás segítségére éljenek. A megemlékezés zárásaként a résztvevők mécsesekkel a kezükben sétáltak el a Mártírok utcai emléktáblához, oda, ahol egykoron a zsinagóga állt, és az utcát még Bemutcának hívták. Ez volt a helyi zsidó negyed, ahol a zsinagóga mellett a rituális fürdő is működött. Ma már csak ez a márványtábla emlékeztet, meg a város széli temető, hogy egykoron virágzó zsidó közösség élt Hajdunánáson is.